Képzeld el, hogy remek genetikát van a testépítéshez. Mindent egy lapra feltéve, szteroidokat használva, keményen edzve, küzdesz az álmodért, ami a profi kártya megszerzése. Bő 10 év után viszont elkattam valami, és leállsz a cuccokkal. Pontosan ez történt Deák Istvánnal, aki ma kendőzetlenül fog mesélni az útjáról, nehézségeiről, és arról, hogy milyen volt lejönni a szteroidokról egy évtized használat után. 4,5 éves koromban meghalt édesanyám, lelki roncsgyerek voltam mondjuk úgy. Beadtam, éreztem rossz helyre, mert kivett egy méteres biztot a seggemből, mert jó, hogy nem volt párom, mert még szexuálisan sem működtem volna rendesen. Legtöbb emberben mire veszve hitelt, kocsira, lakásra, én vettem be egy gyógyszeret. Hát szia Pisti, szia. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Hogyan kezdtél el edzeni? Hogyan ismerkedtél meg így az edzőterem világával? 13 éves koromban kezdtem el edzeni otthon, elég vékony voltam, de engem nem a Schwarzenegger filmek motiváltak, vagy a izmus karakterek, hanem inkább a belső lelki világon vitt rá arra, hogy én kezdjek ezen az úton, hogy egy teljes emberré válhassak a gyerekkori traumám miatt. Eleinte otthon edzettem lézishúzókkal, majd 2007 tavaszán kerültem igazából egy első rendes edzőterembe. Milyen indítatással kezdtél bele a versenyzésbe? Mi volt az, ami rávitt, hogy oké, most versenyezni akarok? Mi az a belső hang vitt rá a versenyzésre, mint ami arra, hogy az edzéseket elkezdjem. Első verseny 15 évesen volt, akkoriban teljesen naturál voltam még. Az első példaképpen Erdős Ádám segített felkészülni. Az elég éles fizikumot összebírtam hozni naturál étemre is, de a testvérem színpadon 60 kiló volt, nem voltam nagy kaliberű versenyző. Hány centi mellé? Hát szerintem akkor is ilyen magas voltam, mint most. 1,69-1,70. 15 évesen lett igazából úgymond élje az életemnek. Az első verseny, amit behakírtam minden nap, a lelki traumám miatt eléggé lelki roncsgyerek voltam, mondjuk úgy. A testépítés az edzés az segített ebből kihozni. Megkérdeztetem, hogy mi ez a dolog, ez a veszteség, amiért? Hát 4,5 éves koromban meghalt édesanyám. Tényleg, és akkor így ezt nem igen tudtam feldolgozni. A részvétem. Köszönöm. Milyen gyakran versenyeztél? Köbben évente versenyzett, itt kitért egyesével az összesre. Voltak jól és rosszul sikerült versenyei is, ezek a legérdekesebbek közülük. Mivel ez válogató negyedik lettem, Pádi Gabi mögött, meg ő Király Laci mögött, ők akkor még a juniorok voltak még. Még egy volt a IFBB Pro is odajött hozzám, meg Zoli az, hogy én tényleg junior vagyok-e. Akkor a Fit Parade klasszikon indultam, profi kártyát akartam szerezni. Mindig azt hangoztatom, profi leszek. Rájöttem már, hogy nem ér semmit, hogyha emberileg megromlaná tőle. 2020-ban lettem a legjobb edzés sportkupán. A Horváth Pisti mögött lettem második, elég erős mezőnyben. Utolsó versenyem igazából a teljes karrierem alatt a 2020-as Superbody World Open kategóriából harmadik lettem. Ott az élethalál volt tényleg befogni oda. A Badi Sporton 83 kiló voltam készen, a Superbody meg 79 kiló. Már onnan ismert kívülvízon nem kellett volna. Mikor kezdtél szereket használni? 2010-es versenyre kezdtem használni elsőre. 17 éves voltam. Korán kezdted? Korán kezdtem. Mondták neked, vagy magadtól mondtad, hogy de erre az útra szeretnél lépni? Hát beláttam, hogy gyógyt szeretnék, az a szint, amit én magamban akkori feje megálmodtam, az elérhetetlen, mert körülöttem lévő egy-két versenyző is bizonyította ezt, hogy annélkül nem lehet megcsinálni. 2010-es szuperkupa után volt életem első szuris kúrája is, akkor fölmentem egy 96 kilóra hirtelen. Megerősödtem is viszonylag gyorsan. 2011-től így mindent magamnak adtam be fenékbe, vagy vába. Nem szép dolog, tudom, de nem is ajánlom senkinek, sosem szívtam vissza semmit. Beadtam, éreztem, jó voltam, akkor benyomtam, úgy éreztem, nem jó, akkor vissz kivettem, újra szúrtam. Egyébként volt erről felvilágosításod, hogy tanultad meg ezeket, hogy hova, mikor, mit? Megtanítottak persze rá, csak azt, hogy vissza is kellett szívni a beadott dolgokat. Egy kézzel nem bírtam megtenni, mert nem akartam senkit találni azzal, hogy gyere már hozzám, most beadtam az injekciót, mert ekkor érek rá. Beadtam magamnak, volt, hogy utolsó készülésemnél. Beadtam, éreztem rossz helyre, mert kivettem, egy méteres biztot a seggemből. Megszédültem, beadtam még egyszer, akkor is szarulhattam be, mert ideges voltam. Magamról adtam ideges, hogy kapkodok. Tehát beadtam harcra végül jól. Elég nagy boly volt fejben állam. És egyébként az igaz, nem tudok sokat a szerekről, de sokan mondják, hogy egy trembolon az nagyon veszélyes olyan szinten, hogy mentálisan elég meg tudja kavarni a képet. Te ebből tapasztaltál valamit? Ezt nekem is mondták többen, az a vicces, hogy beadtam a trembolont, olyan nyugodt voltam, hogy akármennyi gyógyszer volt bennem, én nem voltam agresszív, feszült, sőt, még nyugodtabban váltam, mint előtte voltam. Annyi, hogy kétszer volt kőgöröm a trembolontól.
ilyen 5-6 percig jöttem egy folytában, majd megfulladtam, de tudtam, mitől van, így nem pánikoltam be. És milyen volt két kúra között? 2015 ősztől 2020-ig nem volt két kúra között nálam. Volt, 3 hetet pihentem. Néha-néha úgy volt nevel, hogy most leállok, benyomtam a HCG-t, a helyreállítókat, pihentem, aztán újra kezdtem valamit. Mi vett arra rá, hogy folyamatosan? Mentálisan nem voltam annyira stabil, mert meg volt szokva az a fizikum, az erőszint, ami párosul mellé a hétköznapjaimhoz. Amikor ezt elmondtam Vida Zolinak, hogy én már 5 éve egyfuzamba gyógyszerezek, akkor rám nézett, hogy Pisti, most pihenni fogsz. Vida Zoltán a Vida Fitness tulajdonosa, mesteredző, a Body Sport Kupa megalapítója, és ami talán még fontosabb, Pisti második apjaként tekint rá. Sajnálatos módon 2021. decemberében elhagyta az élők sorát. Isten nyugosztalja. Ha nem szól rám, akkor mindig benne vagyok szerintem, és nem jövök rá arra, hogy igazándiból gyógyszert szeretnék is meg lehet lenni. Voltak fázisok, amikor szarú voltam, gyenge voltam, fájt mindenem, műszer, baj, minden meg volt nálam is. A testem állt helyrefele, voltam laborba is, nagy laborba. A szuperbedi után 2020 után igazából minden rendben volt nálam, vesétől kezdve pajzsmirigyig, annyi a hormonszint nem volt olyan, mint a hullámvasút. Meg a májam volt még akkor 5-szörös értékmagasságban. Igazából vese volt a lényeg, hogy vese ne menjen szét, mert az, ha szétmegy, akkor szétment. Sokan mondják egyébként, hogy a szteroid nem addiktív, én is azért nem kezdtem bele, mert szerintem, ha bár nem addiktív, de amit te is mondtál, hogy mentálisan megszokott, hogy baromi erős vagy, rohadt jól nézel ki, szerintem azért erről nehéz lejönni. Te mit gondolsz erről, hogy... Hát a drogok közé semmiképpen nem sorolnám én sem, mert nem okoz függőséget igazából, az okoz függőséget, amit ad. Az a fizikum, az az erőszint, az a plusz, amit mindig látható körbe, hogy amikor a súlyokkal bizt dolgozni. De hogy Vida Zoli hatására én leálltam elsőre 2020 végén, az elindította bennem azt, hogy baszki, így is meg lehet lenni. De végül elkezdtem újra készülni 2021-es versenyszezonra, de ottan annyira gyulladt minden injekcióm. Már ellenkeztem önmagam, egyfolytában vívottam, hogy kell ez nekem, nem kell ez nekem. Felmentem Zolival beszélni, és igazán több ő is mondott olyan dolgokat, mert látta rajtam, hogy én nekem a versenyzés nem adna azt az életcélt még igazándiból, ami boldoggá tesz. Amik által én hazajöttem egy nap a Csongrádra vissza, odaálltam a főnököm mellé, a legjobb barátom, Kriszti elé, hogy én abba hagytam. Nézett rám, hogy ez most mi. Nincs kán kedvem, mert gyulladok mindenhol egyfolytában, nem bírtam mind a seggemen. Jó oldalán volt begyulladva, bal oldalán volt begyulladva. Az a vicces volt, hogy teljesen megnyugodtam lelkileg, hogy nem fog versenyezni, és onnantól egy gyulladásom sem volt. Eljöttem, hogy merre kell mennem igazándiból. Körülöttem olyan élet van, ami nem esett dolog nincs, hogy másra segítesz, edzőteremben vagy, nyitod az ajtót vendégeknek, az embereknek, hogy fejlődjenek, ennél többet hova kívánhatnék. És így a versenyzésből kiszálltam. Végül újra kezdtem gyógyszerezni egyszer magamat. Összetevően üres voltam, és én volt még erő. A nyomó kétszer a fekve újra. Az erő meg volt hozzá, a testem nem bírta, és szagadtam el izmom. Részlegesen a bal. A jobb már régebben szakadt, de az nem annyira látványos, a bal viszont elég látványos lett. Negatív padon ráadásul, 200 kiló. Hogyha nem jó a reflexe a fölöttem lévőnek, mert én sem nyomom tovább adrenalinba, akkor ottan szerintem baj is lehetett volna, hogy nyakom nem marad a súly. A fagyva körülöttem mindenki. Nyugodtan nézem, Pisti, úristen, hívjunk orvos mentőt, mondom, hagyjad, búcsú, már versenyezni. Éreztem, hogy bírom mozgatni, karom is mozog, mondom, max részleges. Akkor újra kezdtem gyógyszerezni, hogy gyorsabban gyógyuljak. És végül 2021 végén teljesen leálltam, és 19 teli hónap üres vagyok. Nem semmi. Én is gratulálni szeretnék, mert tényleg nem lehet egyszerű ezt így ott hagyni. Hát, nem is volt egyszerű, mondjuk olyan téren, mint meséltem, és hogy egyszer már átéltem azt, hogy rohadt gyenge vagyok. Ami azért elég relatív, mert Pisti. Erős még most is, de magához képest. Tavaly márciusban, 2022 március április olyan gyenge voltam, mint a kezdő edzős ember szerintem. Igazából abból kifolyó, hogy mindenem fájt. Könyököm, vállam, térdem, derekam. Nap mögött nem bírtam, hogy 50 kilónál többen. Még hogy nem volt párom, mert még szexuálisan sem működtem volna rendesen. Mindenki jött rajtam szó szerint. Igazából a terem tartott akkor is egyből, hogy itt kell lennem, helyet kell állnom, segíteni másoknak. Van miért élnem, és mára már a szintre visszahoztam magam. Gyógyszerek nélkül, mint annó gyógyszerezve voltam erőszintbe, mert fizikumilag is egy régi vastagítós kokszos időszakot idézve a fizikumom utóhatása a gyógyszerezéseknek. Mert én szerintem alapból nem lennék ilyen erőszintben vastagságból, hogy nem gyógyszerezt volna ideig. Benne van, igen, mondják, hogy van valamennyi pozitív hatása, de... De viszont, ha belegondolsz, rengetegen úgy összeesnek, mint a nem is tudás, edzettek volna, hogy azok fejben annyira gyengék, hogy feladták az egészet, hogy ott szeretnék, hogy nem tudják elinni, hogy lehet fejlődni, erősnek lenni. Igazából engem az edzések tartanak úgymond belülről stabilan, meg a termi közeg
munkám, az életem. Nem azon lennék, hogy minél jobb legyek, mint most is magamhoz képest, akkor igazándiból nem látnám értelmét annak, hogy éljek. Edgén Sanyi beszélt róla az egyik podcastjába, hogy ő már például olyan régóta használja a cuccot, hogy gyakorlatilag már elfelejtette, hogy milyen naturálnak lenni, és milyen nehézségei vannak, hogy a regenerációval is sokkal okosabban kell játszani. Neked volt ilyen, hogy ami így szembesültél vele, hogy hú, basszus, azért ez nagyon már. Igen, akkor cuccoztam egyfolytában 5 évig, úgymond tényleg folyamatosan, akkor megvoltok az erőt, a fizikum. Az a baj, hogy akkoriban elhittem magamba azt, hogy én gyógyszeretnék is ilyesmi leszek. De rá kellett jönnöm, ez nem fedi valóságot. Persze lehet jó fizikumot összehozni, most is van egyfajta tömegen kerességem, de a érhálózat eltűnt rólam. Ha most úgy diétálnunk 2020-ban, akkor igazándiból töredék lennek annak, aki voltam akkoriban. Hát igen, hozzá lehet szólni a teljes mértékben az, hogy gyógyszerezel. És hogy leálltam, lehet viccesen fog hangzani, de azóta ezzel keményebben. Hétből hét napot, heti két, napi kétszer. Persze egyik edzés erősebb, a másik az gyengébb, teljesen érzésre csinálom. Persze olyan helyzetben vagyok, hogy mindig teremben vagyok, nekem könnyű megoldani. Egy fizikai munkás ember vagy egy irodista ember nem tudja megoldani sajnos. Regenerációbeli különbséget tapasztalsz? Hát igaz, a pihennek eleget. Nehezebben regenerálok persze, de mondom, hogy ha úgy érzem, akkor nem akkora súlyokkal dolgozok, nem akkora intenzitással, vissza tudom venni, nem vagyok egoista, nem ér annyit, ha sérülök, nincsen tétje igazából. Az egy tök jó hozzáállás egyébként. Pihenni kell magad teljes mértékben, főleg gyógyszeret neki persze. Ugye a 2020-as Buddy Sport kupán hoztad a legkomolyabb formád, ekkor posztolt a BC is az oldalára. Ezt a fizikumot mennyiszerrel tudtad felépíteni, elérni? Az Andy-ból többet toltam, mint amennyit kellett volna, amennyit mondtak nekem. Mindenből 1 millivel többet nyomtam magamba, hogy biztosan menjek. Volt bennem. Itt Pisti konkrétan kitérte arra, hogy miből mennyit nyomott, ezt én nagyra értékelem, viszont nem fogom bent hagyni, mert nem szeretném, ha inspirációt adna bármelyikőtöknek is, hogyha pont ezeket szedte és leutánzod, akkor úgy fogsz kinézni, mint ő. Mert röviden, tömören ez nem így működik. Pistiben 13 féle különböző szer volt, ezek összesen bőven gramban mérhető mennyiségeket adtak ki. Ez magyarra lefordítva, vasok. Milyen érzés volt ennyi szerrel a szervezetedben, borzalmas alacsony testzsíron egyszerűen létezni? Milyen volt ez az élet? Feszes. Feszes. Hát igazából leírhatatlan, hogy érzi magát az ember. Így naturál képben látod, hogy mi a különbség. Akkoriban megvoltok, hogy olyan vagy, amilyen vagy. De gyógyszeret nélkül visszanézem én is, hogy ez mi a és néha keresem a tükörbe a rostokat, meg a formát, most is még, de nem találom. Sokan az a baj, versenyzés nélkül is bennem van elég mélyen, ami szerintem nonsense, de ők tudják, mit csinál magukkal. Nekem kevésbé politikailag korrekt a véleményem. Ne legyél hülye, és potenciálisan okoz magadnak hosszú távú károkat azért, hogy pár kilóval több izom legyen rajtad. Egyáltalán nem ér annyit az egész. Igazából mindig kell legyen valami olyan célod szerintem, ami csak rajtad múlik, és nem kell hozzá szerhasználat. Nekem megadta az Isten univerzum, hogy jött az életembe a főnökem Kriszti, és a terem által itt lehetek, ahogy lehetek. Nekem megadott az, hogy ne veszek el. De sok ember sajnos benne ragad egy olyan szekérbe, kerékbe, amiből nehéz kijönni, hogy nem találja meg azt a dolgot, ami által kibír onnan lépni. Mentálisan az egész milyen volt? Minél élesebb voltam, minél érezettebb voltam. Tudtam, hogy a verseny napjára jó lesz, nyugodtabb voltam. Semmiféle negatív mellékhatása nem volt se az alacsony testzsírnak, se pedig a cuccoknak? Nem, de szerintem erre az is ráteszi a bátor, hogy fejben nem vagyok normális. Hát élveztem a szenvedést, igazából ráadtam arra az agyamat, hogy ez most jó. Azon röhögtem magamból, hogy milyen fontos ma a fejem. Tetszett a látvány, hogy olyan vagyok, mint Kevin Levron volt annó arcilag a kedvenc versenyzőm. És szerinted arról a szintről, hogyha te tényleg a profi kártyát el akartad volna érni, mi lett volna az ugrókő? Tehát több szer, vagy hogy gondolod, hogy juthattál volna el te onnan a profi kártyáig? Erre több lehetőség is lett volna. Az első, hogy keresek egy olyan versenyt, válogatót valahol a világban, ahol biztos meg bírom nyerni a kategóriámat, a 90 kilós és abszolútat is, mert egy buddy sporti formámmal esélyes lett volna egy 90 kilót megnyerni egy prókárt válogatón, de egy ugródeszka szerintem egy növekedés, ahol még inzulin lett volna, meg egy-két dolog, amit sose használtam. Igazából nem akarok okoskodni a gyógyszeredések terén, mert bevallom, hogy nem értek annyira hozzá. Ha nem lett volna mellettem ott valaki, akkor sose hoztam volna össze a dolgokat. Én nem is készítek versenyt, nem is menném vállalni a kockázatot, de egy növekedés, meg kis inzulin megdobott volna egy plusz
10 kilóval biztos. Csak hát az is anyagilag. A készülésen duplájába került volna. Vadi sportkupa felkészülés, ez mennyibe fájt anyagilag? Nem merdem számolni. Hát alapból nem a vadi sportra mentem volna, hanem még 2020-as évelején menni akartam újabb profi kártyáé Spanyolországba. Elmentem bankba felvenni hitelt. Legtöbb emberben mire vesz fel hitelt, kocsira, lakásra? Én vettem be gyógyszerekre. 500 000 megvettem nagyjából minden gyógyszeremet, hogy ne legyen az, hogy nincsen most a nálam, várnom kell rám, készülés ott elég helye fogy valami. Végül elmaradt a válogató verseny. Itt miatt ugye, és mindenféle raktam. Gyógyszeregés szerintem abban az évben minimum egy másmillió megvolt. Ha megnyerted volna azt a versenyt, mennyi lett volna a fődíj? Hú, nem tudom, mennyi lett volna az abszolút kategóriában az első, nem emlékszek már rá. Én kaptam 50 000 kb-t, arra emlékszek, az pont jól jött abban a helyzetbe. Sokaknak van az a tévképzet, egy testépítő biztos tele van. Igazából én is sokszor szoktam mondani, pedig én nem is vagyok benne a versenyzésben, hogy egyáltalán nincs pénz, közel sincs annyi, mint amennyit az emberek gondolnak. Hát közel sincs annyi, mint egy mennyi készülésbe kerül. Maximum a benzin például visszakapod. Voltak az utat során szponzoraid, akik ebben segítettek, vagy csak barátok és te magad rendületlen elhivatottsága volt, ami meg tudta adni az anyagi hátteret? Ugye meséltem Obeto Dávidról, Győrből támogatott 2016-ban, majd 2020-ban is végül megkerestem újra, hogy anyagilag támogatni, meg meg kellett a saját terébe edzeni is abban az évben. A győri tévé is csinált velem interjút, szóval nagyon-nagyon lelkesen támogatott ő is, igaz barátként, hogy tényleg sikerüljön a forma. Nem kellett sokat kérnem, hála Istennek, kölcsön, meg akit ő kölcsön kértem, vissza is adtam neki, hogyha, de volt, hogy nem kérte vissza a pénzét. Mondta, hogy tartsa nyugodtan. Superbadőr például úgy mentem már el, hogy nem volt semmi pénzem. Verseny hetén kértem kölcsön 125 000 forintot, és pont azt nyertem vissza. Tehát csak így a sport szeretete miatt voltál benne, tehát semmiféle anyagi motiváció nem volt ebbe? Nem, az anyagi rész sem motivált egyetlen. Igazából az egész életemben nem motivált az anyagi élet, szóval ott végképp nem motivált. Ott csak el akartam menni egy dolgot, ami a fejemben volt. Itt is szóta bőlöltem a gyógyszerek, egyrében láttam, ugye igazándiból felesleges célt kergettem. Azzal nincsen baj, gyógyszerezik valaki, azzal van baj inkább, hogyha nem vállalja fel. Kergeti a sok fiatalat a bizonyos szintet, igazándiból lehetetlen módon, mert nem lehet elérni. Emberi oldalt is kell nézni szerintem, az számít leginkább. Megbántad-e ezt, hogy az egész életedet nézzük, megbántad-e, hogy arra az útra léptél, amire? Nem bántam meg, azáltal lettem már az, aki vagyok. Ha nem élem át azokat a szakaszokat, nem mélyből a mélyen bele, akkor nem láttam meg azt, hogy igazándiból a világban az a legfontosabb ember legyél. Ha nem indulok a versenyzési úton, akkor nem tudom lezárni a múltamat, se a gyerekkoromat, azáltal nem lennék a terembe se. Minden másképp alakult volna, nem bántam meg egyáltalán, sok gyógyszer ellenére se. Meg egészségére megúsztam. Magamtól helyre állt a testem, úgymond tényleg, se TRT, azt igazából sem tudom mi az, de vallom, mert rám értek, hogy TRT-n voltam, mondom, az mi? Vagy húztam fel 2017. február, vagy bent TRT vizsgálatra, meg ilyen kontrollról, mondom, miről beszélsz, nem is tudom, mik ezek. Igen, meglepő egyébként, mert sokaknak nem áll vissza a naturális tesztoszteron termelés, pláne ennyi év szerhasználat után, úgyhogy én is úgy gondolom, hogy szerencsés vagy. Sokat beszélsz az emberi oldaláról a testépítésnek, és hogy mennyi minden áldozatot követel az, hogy valaki tényleg eljusson a profi színpadig. Esetleg a kulisszák mögül te mit láttál? Milyen dolgokba mennek bele emberek? Milyen mértékig hajlandóak elmenni ahhoz, hogy valóra váltsák ezeket a céljaikat, aspirációikat? Hát igazából én csak magam nevében akarok erről beszélni, mert másokról mondhatok bármit, lehet nem is igazak. De azt tudom, hogy nekem volt olyan, hogy megkeresett egy videósrác, hogy videóznánk, téged pár pószt csinálsz, kapsz érte pénzt is. Mondom, jó, van, mutassatok róla a videót, hogy milyen lenne szó. Szóval úgy képzeld, hogy videóztak valakit, pózolt, zuhanyrózsa alatt, ruhába. Nem szopták le meg semmi, de egy szörös férvigész fogdóst meg simogatta a testét. És így mondom, abból köszönöm, de nem kérek. Meg amennyi pénzt kért volna a profi élet, megmondta Zoli is, hogy minimum egy havi 1 millió kp legyen a kezedben, akkor profi lesz nyugodtan, mert hogy repüljél egy szállás, a szövesi nem állja neked a dolgok a profi szinten. Mondom, hogy a f***ba hozzak pénzt. Hát sehogy. Max úgy lehet azon összehozni, hogyha az én világom úgy lehet volna összehozni pénzt, hogyha belemélyek az alvilágba. Vagy olyan irányvonalakban, ami illegális, és ezt nem akartam. Például a szteroid forgalmazás. Például. Ezek a versenyző edzők, például, hogyha hozzájuk megy egy srác, például, hogyha oda mennék én pontosan tudom jól feketén-fehéren látni, hogy nem lenne meg a genetikám a versenyzéshez, még hogyha magamba nyomok egy fél gyógyszertárt se. Ilyen esetben szokták azt mondani, hogy figyelj, nem kéne ezt az utat követni, mert hiába fogod magad telenyomni egy rakat szerrel, nem, egyszerűen nincs meg a genetikát sajnos ahhoz, hogy te erre a pályára lépj, vagy inkább azt mondják, hogy jó, gyere, és elfogadják a pénzt.
Szerintem minden edző, akinek van lelkiismerete, az megmondja az igazat, hogy gyereknek ez nem éri meg, és nem szabad csinálni, hanem a szemfényvesztés és a célja, akkor megmondja neked, hogy igazat, gyerekperec, ha viszont egoizmus csinál az egész, hogy ő legyen sztáredző, mindenkit felkészítsen, akkor viszont sajnos, ja, egyet tévedődtek, jó vagy, ezt igazándiból sose leszel jó. Te találkoztál ilyennel? Szerencsére nem. Csak el tudom képzelni. Mit üzennél azoknak a fiataloknak, akik szemeznek a szteroid használattal? Én, hát igazándiból annyit tudok mondani, hogy amit magadtól lesz, a tied marad, az tényleg te vagy, arra legyél a legbüszkébb. Hogyha magas a szintre akarsz menni versenybe, akkor viszont keresd meg olyan edzőt, olyan szakembert, aki ért hozzá. Aki tényleg tudja, mit, mikor, hogyan kell, mert akkor lejjebb jövő vinni esélyt annak, hogy tényleg komoly bajod lesz. De nem ajánlom senkinek, mert igazándiból csak egy pillanatnyi illúziót ad neked. Meg ha nem vagy elég elős lelkileg, mentálisan, vagy nem tudsz azzá válni, akkor örökében nem maradsz.